A kezdeményező a kereszténydemokrata néppárt volt. A program országos, más települések is állítanak, illetve újítanak fel keresztet, mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Hála Istennek az elmúlt évek során nagyon sok út menti, vagy pedig temetőben névő kereszt újulhatott meg, vagy pedig újakat állítottak magyarországi nemzetiségek. Velük körülbelül 400-at tudtunk az elmúlt években megújítani és állítani, ami látszik is most már az országon. De az is fontos, hogy a kereszténydemokrata néppárt elindított egy mozgalmat, hogy fogadj örökbe egy keresztet. És ez megtörtént itt Gyulajon is. És ennél szebb összefogást megmondani, őszintén nem nagyon láttam még. A Tolna vármegyei Gyulaj határában felállított és megáldott keresztet részben a dombóvári MMS Eszterházi Miklós Technikum diákjainak munkáját dicséri. A szakképző iskolában gépészeket, köműveseket és asztalosokat tanítanak. Közülük jó néhánynak most jelentősen érvényesülhetett a munkája oktatók, pedagógusok közreműködésével. Olyan gyerekek járnak hozzánk, akiknek, hát nem szép így mondanom, de mégiscsak a szakmájukba vágott, hogyha találunk egy olyan keresztet, ami tényleg szívünkhöz nőtt, és szüksége van örökbefogadásra, gondoskodásra vagy örömre, akkor ők a saját szakmájukon keresztül ezt fel tudják újítani. A dombóvári MMS Eszterházi Miklós Technikummal közösen összefogva a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítvány is aktívan részt vállalt a kereszt felújításában a Tolna vármegyei Gyulajon. Egyrészt a fizikai közelség, másrészt pedig a közös jövő tervezése hozta össze a két intézményt, és hát ez a kereszt, ami egyrészt megújulhatott, de hogy a közös út, ami ehhez a kereszthez vitt, ez lehet a nagyon fontos példa nekünk az iskola fenntartó részéről, és szerintem így a társadalmunk számára, hogy találjuk meg azokat a kereszteket, aminek az érdekében összefoghatunk. A keresztszentelés után az általános iskolában egy kiállítást is rendeztek a keresztfelújítás folyamatáról.